Jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit és azokat is, akik online hallgatnak bennünket. Mai napon fogadja el várhatóan a fővárosi közgyűlés a jövő évi költségvetést, és engedjenek meg néhány olyan alapgondolatot, illetve pár olyan részletet, amelyek érintik a DK által vezetett humán portfóliót. Én azt gondolom, hogy a kormány Budapesttel szemben tanúsított magatartása, illetve költségvetés politikája maga a gyalázat. A nagy faktorok, amelyek szorongatnak bennünket, azok egészen pontosan úgy indulnak, hogy a szolidaritási hozzájárulás, amelyet Budapest nyilvánvalóan sarcként él meg, a város 82 napi működési költségvetését viszi el. Innentől kezdve képzelhetik, hogy milyen szűk az a tér, az a mozgástér, amit akár fejlesztésre, vagy bármi egyébre, mint a mindennapos túlélés fordíthat Budapest főváros önkormányzata. És kezemben van egy olyan előterjesztés, amire nagyon nehéz szívvel tudtam az aláírásomat odabigyeszteni, ugyanis idős otthonokról van szó, étkeztetésekről van szó, közétkeztetésről van szó, óvodáról, Budapest főváros levéltáráról, számos olyan kulturális intézményről, amelyek képzeljék el, hogy együttesen 450 millió forintot tudnak most felújításra, illetve jókarbantartásra költeni a következő egy évben. Ez annyira apró összeg, ami egészen egyszerűen gyalázat, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az intézmények stabilan működnek, mert az idei éves költségvetésük is rendkívül nehéz körülmények között, de nem csak túlélt, hanem méltó életet biztosított a fővárosi idős otthonokban élő időseknek, méltóképpen látta el a közétkeztetés szolgáltatását, méltóképpen gondoskodott azokról az óvodásokról és kicsikről, akiket a gondjainkra bíztak, sőt, olyan szívderítő epizódokat is említhetnék, mint például a Kútvölgyi idős otthon, amely beszállt a menedékkérő kisgyermekes családok ellátásába. Szóval tényleg azt kell, hogy mondjam, Budapestet nem lehet megtörni a kormányzati szándék ellenére sem költségvetési, sem politikai értelemben. Stabilan működtetjük azokat a ránk bízott intézményeket, amelyek a budapestieket szolgálják, és ezen az úton megyünk tovább az idén is, akár a jövő évben is, akár mit tesz a kormányzat. Én azt gondolom, hogy büszkén kiúszhatjuk magunkat, és be tudtuk itt Budapesten mutatni. Frakcióvezető úrra is nézek, aki polgármesterként elképesztő szolgálatot tesz a saját kerületében, hogy a DK polgármesterei, illetve az általunk vezetett fővárosi területek megmutatták azt, hogy milyen volna ez az ország, hogyha szociáldemokraták kormányoznák. Erre készülünk 2026-tól, amikor Dobrev Klára árnyék kormány elől eltűnik majd a jelző.